1944. június 6-án megváltozott a világtörténelem kimenetele, amikor a szövetséges erők Normandia partjainál megindították az inváziót. A több ezer bátor katona között, akik mindent kockára tettek aznap, ott volt Charles Leonard Jones őrmester is, akinek történetét a dédunokája mondja el. A nagymamám emlékszik arra, amikor az apukája elment a háborúba. Ekkor ő még csak 4 éves lehetett. Fogócskáztak, labdáztak, és ma is nagyon élénk emléke van arról, ahogy édesapja mosolygott és nevetett. Nevetett, mielőtt elment volna. John őrmester túlélte a partra szállás első napját, de július 4-én bevetés közben meghalt. Mark az első a családból, aki meglátogatta dédapja sírját, így nagyon személyes élmény számára a hőstetteiről megemlékezni. A partra szállás túlélte, és csak 1 hónappal később halt meg. Az édesapja úgy tudta meg, hogy a fia elesett, hogy egy napon katonák jöttek ide zászlókkal, és amikor meglátta őket, már tudta, hogy a fia meghalt. Idén júniusban újabb sereg érkezik meg ide, mivel több mint 10 000 embert várnak az invázió óta eltelt 80 év megünneplésére. Sokan meglátogatják majd Point du Hoc-ot, a szabadság védelmének áldozataira emlékeztető jelképet is. Ahhoz, hogy az invázió sikerrel járjon, 1944. június 6-án a 2. és 5. Ranger zászlóainak be kellett vennie ezeket a sziklákat itt, Point du Hoc-ban, ugyanis ők az amerikai hadsereg első számú könnyűgyalogsági egységei. Köteleket kellett fellőniük ezekre a 40 méter magas sziklákra, majd azon fel kellett kapaszkodniuk, miközben lőttek rájuk, majd be kellett venniük ezeket a partvédelmi állásokat. A 29. gyalogos hadosztály parancsnoka, Norman Dicotta dandártábornok, mikor bátorítani akarta a katonákat, mielőtt elindultak volna a küldetésre, odament az 5. zászlóai vezetőjéhez, és megkérdezte, hogy milyen egység ez. Azt válaszolták, hogy ők a rangerek. Erre azt kiáltotta, nos, ha a rangerek, akkor mutassák az utat. És ez lett a 75. Ranger ezred hivatalos jelmondata, amit a mai napig használnak. Az idei megemlékezés azonban vitákat is szült, mivel Franciaország, Oroszország képviselőit is meghívta az eseményre, annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin folyamatosan támadja Ukrajnát és a Nyugatot. Ha azt mondom, hogy kiózanító a több mint 9000 amerikai sírja között sétálni, akik 1944-ben az életüket adták itt a normandiai partokon, akkor nagyon szerényen fogalmazok, de nem csak azok a lehetséges életek jutnak eszembe, amit az itt nyugvók feláldoztak, hanem az is, hogy nem csak Amerika szabadságáért hoztak áldozatot. Ezt a szintű elkötelezettséget úgy hiszem tovább kell vinnünk, amiért életét adta. Egyre csökken a partra szállás élő veteránjainak száma, mégis ezrek gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a történelmi jelentőségű, sorsfordító eseményekről, és elgondolkodjanak a világ előtt álló mai kihívásokról. A John őrmesterhez hasonló veteránok történetei fontos mementóul szolgálnak arra, hogy milyen magas árat kellett fizetnie a szabadságért. Chuck Holton, CBN News, Normandia. Milyen különleges generáció. Nagyon örülök, hogy 80 évvel később megemlékezhetünk erről az eseményről. Egész hihetetlen és alázatra is int, ha azokra a fiúkra és fiatal emberekre gondolunk, akik ott a parton haladtak előre, arra az áldozatra, amit hoztak, a hihetetlen bátorságukra. És ez nem csak egynapos esemény volt, hanem apránként haladtak előre, heteken, hónapokon át. Ez az önzetlenség gondolkodóba ejt minket. Lát egy háborús veteránt, mindegy milyen idős, tisztelje meg őket. És imádkozzunk továbbra is a katonáink családjáért. Megérdemlik.